Sziasztok! Ebben a videóban folytatjuk ezt a JSON-ös tutoriált. Ahogy ígértem, a eseménykezelés lesz. A következő részben pedig az öröklődés, meg az egyéb funkciók, hogy hogyan lehet score-t kiírni, meg hogyan lehet selector-t megadni. De ezek apróságok, szerintem egy részben ezek elférnek. Na de! Szóval, ugye mutattam az előző részben, hogy hogyan lehet megadni egy terrorvos szöveget, terrorvos egy JSON-ös szöveget. Az egyik ugye az volt, hogy csak idézőját használunk, annál nem tudunk hozzáadni eseménykezelést, mert az csak egy szöveg. Tehát itt egy ilyen összetett tagra van szükségünk, tehát kapcsolt zárójel kell. A terrorvon keresztül fogom mutatni, mert az összes működik terrorban, azon kívül táblán, könyvben, title-ben pedig nem mind. Sőt, title-ben igazából egyik sem működik, ott nem tudunk eseménykezelést használni. Na, akkor haladjunk megint föntre lefelé. A első sorban ott csak a szintaktikát mutatom. Tehát ez úgy néz ki, hogy ott van, hogy text szöveg, ott megadjuk a szöveget, és mellé ez is egy tulajdonsága a szövegnek, akár csak mondjuk a szín, hogy tartozik hozzá valamilyen eseménykezelés. Itt konkrétan a click eventnek, azaz ami kattintásra aktiválódik, annak mutattam meg, hogy hogyan néz ki. Ezután ugye kettős pont és kapcsolt zárójelben a hozzá tartozó értékek vagy adatok vagy tulajdonságok. Van egy action race, az most üresen van hagyva, oda kell megadni, hogy milyen fajta akció fusson le, hogyha rákattintok. A value-ba pedig a konkrét értéke, ezt mindjárt mutatom, hogy világosabb lesz, de hát a lényeg az, hogy így két részből áll. Jó, a következő sorban ott egy konkrét példa van, tehát text az szöveg, még mindig, click event, és akkor azon belül action, run command, hogy futtasson le egy parancsot. A value-ba itt ugye értelmszerűen egy parancsot kell megadnunk. Ha a multiban fut a pálya, akkor a játékosoknak OP-nek kell lenniük, illetve van ez a trigger dolog, amivel ezt ki lehet váltani. Szóval, de itt most vegyük úgy, hogy mindenki OP. Szóval a value-ba egy parancsot kell megadni. Ez azt tudja, hogy a játékossal lefuttatom a parancsot. Tehát kell elé a backslash. Látjátok? Én egy setblock parancsot írtam meg, csak úgy találomra egy 10-10-10 koordinátára egy stone-t, azaz követ rak le. De én ugye reston blokkot szoktam használni, hogy egy másik rendszert aktivál. Itt is érvényes az a 100 karakteres limit, ami a chatbe. Tehát ez a parancs azt csinálja, mintha begépelte volna a játékos a parancsot és megnyomta volna az entert. Oké, következő. Ott ugyanúgy a szöveg az text, még mindig click event van, tehát kattintásra aktiválódik, de most az action az nem run command, hanem suggest command, azaz ajánl parancsot. A value-ba itt is egy parancsot kell megadni, de itt nem lefuttatni fogja, hanem a játékosnak berakja a chatbe. Mintha begépelte volna. Tehát ha rákattint a szöveg feliratra, akkor ezt a setblock 10-10-10 Minecraft stone-t ezt bemásolja neki a chatbe. Tehát tulajdonképpen ennyi a különbség, hogy ez a suggest ezt csak berakja, a run azt pedig azonnal is futtatja. Oké, következő sor. Még mindig szöveg a text, ugyanúgy click event, de most egy open URL action-t adtam meg. Ez ugye, hát mint ahogy a neve is mutatja, egy weblapot nyit meg. Itt a value-ba ugye egy URL címet kell megadni, most a csatornám címét adtam meg. A beállításokban meg lehet adni, hogy azonnal, automatikusan igen legyen az ilyen parancsoknál, vagy kérdezzen rá, vagy azonnal utasíts el, tehát ez beállítható. Aztán a következő sor, ugye még mindig szöveg, aztán már nem click event, hanem hover event van. Ez azt tudja, hogy ha a szöveg fölé viszem az egeret, akkor történjen valami. Ehhez tartozó action az egyik az, hogy show text, azaz mutasson egy szöveget. Itt a value-ba egy szöveget kell megadni, én azt adtam meg, hogy második szöveg. Tehát ha most ezt a parancsot lefuttatom, akkor kiírja a chatre, hogy szöveg. És ha fölé viszem az egeret, akkor pedig megjelenik egy második szöveg. A következő sorban ugyanez a parancs van, csak ugorjatok a value részre. Itt JSON-os formában lehet megadni a szöveget, tehát látjátok, most itt kapcsolt zárójelet adtam meg.
akkor ugye kell az, hogy text kettős pont, és az benne a különlegesség, hogy ugye ilyenkor meg is lehet színezni, úgyhogy szóval ebben a sorban színesen jelenik meg a második szöveg. Következő sor. Megint, még mindig hover event, most show item az action, tehát egy tárgyat mutasson. Itt a value-ban, hát értem szerint egy tárgyat kell megadni, ugyanaz az NBT struktúra, mint hogy más parancsnál. Tehát van egy ID, az ugye az azonosítója, én most egy követ adtam meg, Minecraft 2.stone, és adtam neki egy nevet, ez ugye ugyanúgy tag, display, name. Arra figyeljetek oda, hogy ha idézőjel van, mivel idézőjelenben vagyunk, ugye a value-ba, idézőjel között vagyunk, backslash kell, tehát ott a kő mellett látjátok az idézőjeleknél, hogy backslash van ott. Jó, következő, még mindig hover event, most egy show entity, tehát egy entitás mutasson. Ez is egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy ilyen téglalap lesz, és benne az entitás adatai. Ez a szintaktika, tehát ott van value, idézőjel, kapcsolás zárójelbe. Van egy name, ezt itt adtam meg neki, type, zombi, és ID, ez a UUID, ez a UUID azonosító, ezt is meg lehet adni. Igazából ezt nem tudom ki használni, én még életemben nem használtam ezt, de van ilyen is, így néz ki a szintaktika. De még a show itemet sem használtam még élesben. Jó, következő sor, még mindig hover event, és show achievement. Ezt sem használtam, ami azt illeti. Itt a value-ban egy statra vagy achievementre hivatkozunk. Ugye a scoreboardba tudjátok, hogy most már rengeteg van, rengetegféle. Én például a use item iron swordot ra hivatkoztam, de rengeteg van. Tehát majdnem minden, azt hiszem igen, minden tárgya van use item, van craft item, break, akkor achievementek között is ugye van, ott persze kevesebb van, de milyen achievement van? És meg nem mondom. Nem jut eszembe egy se. Ja, például, hogy hányszor nyitod meg az inventory-t. Jó. Akkor az utolsó, az már nem click event vagy hover event. Végül is ez is esemény, valamilyen esemény kezelő, de egy kicsit más. Itt nincs ennyiféle lehetőség. Ez az insertion, inkább nem villogok, tehát ott van a szöveg mellett. Ez azt tudja, hogyha lenyomom a shiftet, tehát lenyomom a shiftet és úgy kattintok a szövegre, akkor nekem bemásolja azt, amit ott megadok neki. Én azt írtam oda, hogy a make szöveg. Ez ugye hasonlít a suggest commandra, de nem ugyanaz. A suggest command az átírja a chatet. Beírtam előtte valamit, úgy ahogy van átírja. Ez viszont hozzá illeszti, vagy hogy mondjam, tehát hogy amit beírtam, az ott marad, és ezt még hozzárakja. Tehát ez a különbség. Igen, azt csak elfelejtettem mondani, hogy mi hol működik. Akkor menjünk sorba, a click eventek azok működnek táblán, működnek könyvben, meg tárlóban. Azt ugye nem kell mondanom, hogy táblára, meg könyvre ugyanezeket a parancsokat hogyan tudjátok berakni. Nézzétek meg az előző részt, az erről szól, hogy hogyan kell. Az alapján, szintaktika alapján. Ugye figyeljetek oda, hogy nem lehet úgy, ahogy van bemásolni, mert ahol idézőjel van, oda backslash kell elé írni. Érdekesség még, hogy a táblánál, hát itt ugye most csak kapcsolzárójeles formát mutattam, de gondolom az előző videó alapján tudjátok, hogyha több szöveget szeretnétek megadni, akinek különböző az esemény kezelése, akkor ugye kapcsolzárójel, és akkor ott a illetve szögletes zárójel, és a kapcsolás zárójelekben ugye megadjátok ugyanebben a formában a szövegeket, csak más parancsot adtok meg, tehát ezt már úgy veszem, hogy tudjátok, úgyhogy nem megyek végig az összes kombináción. A szintaktika az előző rész volt. Szóval érdekesség, hogy a táblánál, ugye ha több sorba is megadtok eseménykezelést, ugye a táblának van text 1, 2, 3, 4, oda külön-külön meg lehet adni terrors, JSON-os szöveget. Rá lehet kattintani a táblára, tehát a jobb klik, az, mintha gomb lenne ilyenkor a tábla, az működik, viszont a text 1-nek, illetve hát az első szövegnek fogja a parancsát figyelembe venni. Ha jól emlékszem, az elsőnek, de nem tudom. A lényeg az, hogy csak egynek. Tehát hiába adtok meg külön az első
mindegyik sornak mondjuk valamilyen klikkiventes parancsot, csak az egyik fog lesz érvényes, ha jól emlékszem az első. Igen, a hover event az táblán nem működik, de könyvben is tárolóban működik, title-ben, ahogy mondtam, az nem működik. Az insertion, azt most nem tudom, most puskáznom kell, gyorsan lepuskázom. Be fogom linkelni ezt az oldalt, ahonnan puskázom, egy Minecraft fórumos poszt, ezt folyamatosan frissíti, melegen ajánlom. Hol van insertion? Igen, igen, látom is, ez csak tárolóban működik. Jó, akkor a következő részben, amit mondtam, a kézikönyv óvjon.